Hidegkuti Nándor után a második labdarúgóként Győr díszpolgára lett Palotai Károly. A ma 72 éves sportember a 60-as évek bajnok és kupagyőztes csapatának volt meghatározó játékosa. Azt mondja, ez az elismerés mindannyiuké, hiszen két csapattársával együtt olimpiai bajnoki címmel öregbítették a város hírnevét. A foci az a olimpikonok között, ugye hárman is vagyunk, sajnos Orbán Árpi elment, de Keglovics Lacival ketten tartjuk még, hogy ilyen értelemben a frontot, de hát ez egy óriási megtiszteltetés, hogy a labdarúgást ezzel, hogy úgy mondjam, minősítik.